Egyszer kaptam valami optimisták szövetségétől egy jelvényt, hogy én optimista vagyok. Hát igazából természetesen szeretem, tehát hogy úgy tekintek el, hogy mindenből lehet valami jót kihozni, még a rosszból is. Hát az nehéz. Nehéz, mert hogy ne lenne nehéz, de törekedni kell rá, mint a világészes nője nem lett a miénk, de törekedni kell rá, mondja ugye a szívtipró ember, akinek ez az életeleme, de én így vagyok, a világ összes döntését nem lehet úgy meghozni, hogy abból ott valaki ne sérüljön, de törekedni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendége Mikó István, Jászai Maridia színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Soproni Petőfi Színház és a Turaida Színház örökös tagja. 1969 és 73 között a Kaláka Együttes alapító tagja, ezután a színészetet választotta. A főiskola után a Táliához és az Arizona Színházhoz szerződött, utóbbinak és a Soproni Petőfi Színháznak igazgatója is volt. Évtizedekig a Magyar Televízió és Rádió szórakoztató műsorainak egyik legfoglalkoztatottabb szereplőjeként találkozhatunk vele. Tagja a Mindhalálig Beatles nevű együttesnek, népszerű szinkronszínész, állandó szinkron szerepei közé tartozik, Robin Williams, a Mici Mackó, Breki a Muppet Showból, Ginny a Disney Aladdinjából, vagy a Nagy Hohó Horgász című rajzfilm közkedvelt kukaca. Két fiú édesapja. Ő jön. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek, és ezek a kifejezések kivétel nélkül aktuális vendégemnek, Mikó Istvánnak, életének meghatározó szereplőire, idézetére, korábbi történésére utalnak. Én úgy remélem, abban bízom, hogy igen talányos és rejtélyes kifejezések mögé rejtve, az a kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választott Mikó István. Plafon, megállj, járni jár, nekem ne mondjátok, elrontott ünnep, enélkül minek, újra és újra, furcsa hasonlóság, hogy maradtak ki, felesleges körök, fél oldal, élvezzük az utazást, csúszós pálya, minden nagyon szép. A kedvenc, különleges képesség. Jó. Rendben van. Hát kezdjük így sorba, és akkor nem tudunk téveszteni, nem? Jó, nem tudunk végigmenni, tehát mindenre nem lesz lehetőség, de kezdhetjük akkor. Legyen a plafon? Jó, plafon. Azt mondta egy interjúban, hogy ön egy nagyon hirtelen haragú ember. Igen, ez így van. De amilyen hirtelen a haragom, olyan hirtelen megy el. Tehát olyan kis puffancs, ilyen hörcsög vagyok, igen, bevörösödik a fejem, hirtelen bedődök, de már utána már azon fáradozok, hogy lehet a dolgot megoldani. Azt mondják, hogy a mérleg típusú ember az a két kezébe oda teszi, és ez állandóan működik a pályámon, hogy a súlyzó az ott van, és megpróbálom egyensúlyba hozni az én állapotomat, esetleg a kedves beszélőtársam állapotával. De mint tudja fölkapni a vizet? Teljesen hülye dolgokon. Tehát most nem tudnék, hogy... Tehát az, hogy miért van fekete szemüveg rajtad most, amikor megbeszéltük, hogy piros keretes. Még most is kicsit kipirosodik. Hát persze, igen. De ezek apróságok, tehát tényleg, hogyha valamit megbeszélünk, amit nem bírok, tehát hogy a késés, mert annyi, én egy nagyon pontos ember vagyok, tehát inkább odaérek bárhova, ahol dolgom van előbb, szerintem a színházban is nálamnál korábban csak a műszaki kollégák mennek be előadásra is. Én szeretem elfészkelni magam, rákészülni arra, ami történni fog, és ezt nagyon nem bírom, a késést. Tudom, hogy mindig vannak kifogások, meg ösmerem az összes kifogást, de az az alapvető tisztelet, hogyha valakivel megbeszélünk valamit, azt pontosan tartsuk be. A szóvá is teszi akkor, igen, ugye? Igen,
van itt egyenlő, hogy a plafon, tehát hogyha valaki ezt nem látja be, akkor én a plafonon tudok lenni az idegességtől. Halink mondjuk, vagy nem törődöm? Igen, igen. Mindenkinek, tehát azért is talán ha megkérdezik, erre nem én vagyok a hivatott válaszolni, de tudom, hogy a kollégáim azért szerettek akkor dolgozni a Soproni Petőfi Színházban, amikor igazgató voltam, mert megpróbáltam az ő agyukkal is gondolkodni. Tehát nyilván egy vezetőnek felelősséget kell vállalni mindenért, főleg egy színház vezetőjének, de megpróbáltam olyan helyzetet teremteni, mint hogyha otthon lennénk. Érezzétek otthon magatokat. És bele is állt a konfliktusokba? Mert azt is hallom, hogy konfliktus kerülő. Hát az vagyok. Megpróbálom tolerálni a másik. Végül is az igazság, neked van egy igazságod, meg nekem is van. És hát két igazság nem létezik, de ugye nézőpont kérdése, hogy kinek mi az igazság. És a vita akkor jó, hogyha egymást ész érvekkel, racionális érvekkel meg tudjuk győzni. És erre törekedni kell. És ezzel nem szabad megsértődni, hogyha a másiknak igaza van. De azért ez járhat olyan konfliktusokkal, hogy az ember egyfelől főnök, másfelől barát. Igen. És hozzá közel álló emberekkel is meg kell vívni a maga harcait a színház érdekében. Nagyon sok ilyen volt. És azok könnyen mentek? Dehogy. Hát például a szerződtetések az a leg... Hogy te ne legyél, ne játsszál itt most jövőre. Ezt hogy mondod meg? Mert meg kell mondani. Figyelj, de mindenkinek nyitva hagytam egy lehetőséget. Az, hogy most elválunk, vagy te akarsz elmenni valamiért, mert azt gondolod, hogy máshogy jobb helyzetbe kerülsz, menjél el. Viszont az ajtó az nyitva van. Bármikor vissza lehet jönni, még csak kopogtatni se kell. De volt olyan, hogy az emberi viszony megsínlette? Persze, biztos, hogy volt ilyen. Most nem akarnék konkrétumot felhozni. Mindenféle volt. De olyan is volt, hogy bejött az, amit mondtam, hogy te hidd el, neked most igazad van, én is így tennék, hogyha nem jól érezném magam, de hogyha belátod, vagy az élet úgy hozza, hogy neked ez mégsem jött be, akkor várlak szeretettel. Szóval helyrehozhatatlan bajok nem történtek emberileg. Hát azt hiszem, hogy nem. Legalábbis remélem, hogy nem. No, válasszunk egy másik kifejezést. Melyik legyen? Bár, igen. Furcsa hasonlóság, ez mi ez? A furcsa hasonlóság a Schweik, és az egyik interjúban elhangzott, hogy ugye Schweik a kisember, akit sokan hülyének néznek, nem veszik komolyan, de mindenkinek megmondja a véleményét, és pont olyan, mint én. Igen, de tehát, és mégse, mert azért mert ilyen bátor lenni, mert nincs félelem érzete, mert egyrészt hülyének van nyilvánítva, még papírja is van róla, tehát az a kis ember, aki, ami a szívén, az a száján rögtön, és kimondja, ez pontosan ezt tetszik be, mert ne is, pontosan azért, mert én nem ilyen vagyok. És ennek az állarcába bújva elmondhatom véleményemet, akár még a mai helyzetről is, ahogy élünk. De jól sejtem, ön nem ilyen, hogy megmondja mindenkinek a véleményét. Nem. Szeretné ilyen lenni? Mert talán nem is szeretnék. Nem, vannak ilyen emberek. Én irigylem azokat. Tehát az olyan szabadsággal jár. Igen. Én nem irigylem, de én nem ilyen vagyok. Én másmilyen vagyok. Hát eddig tudtam így élni, remélem. Ezután se fog. De akkor jó diplomata, ugye? Hát valószínűleg, hogy ebben van egy ilyenfajta ráérzés és tehetség, hogy egy dolog érdekében, nem az élmezőnyben, nem a forradalmárként neki menni a lövészárokból kiugrani, de egy jó így mellé
oda tudok állni, és akkor tudok segíteni. De ez, és ez nem gonoszságból kérdezem, mert én sem vagyok forradalmár típus. Igen. Ez nem a bátorság hiánya? Szerintem nem. Szerintem nem. Minden emberben vannak olyan bátor pillanatok, olyan pillanatok, tehát megvan mindenkiben a bátorság is. Amikor hirtelen valamit döntenek, tehát látsz egy lehetetlen helyzetet akár az életben, hogy valaki rosszul lesz, valaki, ahhoz is bátorság kell, hogy oda menjél, hogy felemeljed, hogy segítségért bátorság és felismerés. Igen. Volt olyan helyzet az ön életében, amikor nagyon jól vizsgázott ilyen szempontból, és lehet, hogy még magát is meglepte, hogy milyen talpra esett, bátor, merész volt. Biztos volt. Most azért ne tartsad rám a fegyveredet, ami nincs nálad, remélhetőleg, mert biztos. Elég színes volt az életem, már legalábbis én elég színesnek tartom így utólag visszanézve, és igazából semmi olyan hiányérzetem nincsen, amilyen szituációba ne kerültem volna, és abból valamilyen megoldás után ki ne lábaltam volna. Amúgy is a pályánk az olyan, hogy ha már a plafon ide van írva, hogy egyszer fönt van az ember, egyszer meg ott a hullámhegyeknek a, tehát akár még a ugye pince szintet is eléri, olyan nagy zuhanások, de ha van egy alapvető olyan optimista, egyszer kaptam valami optimisták szövetségét, egy jelvényt, hogy én optimista vagyok. Hát igazából természetesen szeretem, tehát hogy úgy tekintek el, hogy mindenből lehet valami jót kihozni, még a rosszból is. Hát az nehéz. Nehéz, mert hogy ne lenne nehéz, de törekedni kell rá. Mint a világészes nője nem lett a miénk, de törekedni kell rá. Mondja, hogy a szívtipró ember, akinek ez az életeleme. De én így vagyok. A világ összes döntését nem lehet úgy meghozni, hogy abból ott valaki ne sérüljön, de törekedni. De mire kell gondolni akkor, amikor baj van? Amikor összecsapnak a hullámok? Tehát mit tud az ember segítségül hívni azért, hogy annak érdekében, hogy azt mondja, hogy hát lesz ez még jobb. Ez jóra fordul. Ne keseredjünk el. Igen. Az se árt, hogyha vannak az ember mellett olyan emberek, akiknek a véleményére ad, és tanácsot kér. Nem szabad szégyelni. Ugye elhangzott, hogy vannak mélypontok és magasságok. Igen. Ha arra kérem, hogy mondjon egy nagy magasságot és egy nagy mélypontot, amire úgy gondol vissza, hogy azért az mind a két vonatkozásban az kemény volt. Megélni a nagy sikert, ez lehet, nem tudom én, a Mindhalálig Beatles utolsó koncert, bármi, vagy egy ilyen igazán nagy eufórikus csúcspont, és egy nagy mélypont. Hát volt az életemben, amikor egy gyönyörű, szép darab premierjén aznap tudtam meg, hogy már nem én vagyok itten, aki felel ezért a darabért is, meg a színházért. Tehát voltak olyan kedvesek, akkorra hívtak be premier napján a önkormányzat, amikor közölték, hogy hát akkor most nem tartanak igényt a további munka. Tehát ez egy furcsa helyzet volt, és ott volt mellettem egy premier, vagy előttem egy premier, amivel viszont, amikor énekeltünk egy közös dalt, éppen Keresztes Ildivel. Ez a kölyök volt, ugye? Igen. Hát mindjárt elfelejtettem ezt az egész sok minden hülyeséget, mert azt mondom, nekem itt a helyem. Én azért jó helyen vagyok a színpadon. Ha azt kiviszik alólam, tehát mint színész, akkor persze. Olyan volt, hogy az veszélybe került? Nem, igazából nem. Nem, de olyan volt, hogy főleg a pályám elején azért is jött létre a Svejk, mert úgy éreztem, hogy nem foglalkoztatnak a olyan szerepekbe, amiket én gondoltam magamnak, vagy ami nekem való lenne, és akkor kitaláltam, hogy hát evel ez, ha nem, akkor majd én megtalálom a magam lehetőségét. Ez de jó hozzáállás. Biztos nálam még ezerszer több olyan művészt, alkotót ismer, akinek egy ilyen kikezdi a lelkét.
És azt mondja, hogy hát akkor megiszom két pohárral többet. Mert én most... Ilyen is volt, hogy megiszom, tehát a semminél akkor az két pohár, az több. Nem vagyok egy, főleg nem azt mondom, hogy este, mikor leteszem a lantot, és utána már nincs dolgom, akkor nem iszok meg egy felest, vagy egy deci bort, vagy sört, de nem ez az élet legfontosabb pillanata. A lazulást az segíti, és például nem is szeretem, hogyha mások hazug módon önmagukat azzal lazítják, hogy tehát volt egy pár konfliktusom olyan kollégával, aki hát bizony ívott, és akkor megpróbáltam jobb útra téríteni, több-kevesebb sikerrel. De szóval mi a recept arra nézve, hogy ez a vélelmezett mellőzöttség, ez ne kezdje ki az ember lelkét, hanem azon kezdjenek gondolkodni, hogy akkor én megoldom ezt. Nincs egy recept. A színészetben, a pályán az a legfontosabb, hogy te higgyél magadban maximálisan. Tehát amikor, és meglett a véleményed, hogy én az az igazi, amit én gondolok, mert enélkül nem, tehát fő se kerülsz a pályára, hogyha magadban nem hiszel. Miért higgyenek mások benned? Aztán az a képesség fejlődött ki bennem legalábbis, hogy igenis azért fontos, hogy mások véleményét ütköztessem az enyémmel, mondjuk egy próba folyamaton a rendező, a színésszel, ez nap mint nap előfordul, de ezt kell jól levezényelni az embernek magában. Nekem mindig nagy talány és nagyon imponáló teljesítmény, amikor valakivel történik egy magánéleti zűr, és színpadra kell állnia. Ilyen volt például az igazgató csere, ha úgy tetszik. Pláne premiéren. Igen, hogy ilyenkor ezt tudja az ember függetleníteni magát attól, hogy most a szeretett színházam, hát, ma nem folytatom, de igen. Nekem itt szórakoztatni kell, igen, a közönséget. Szerintem igen. Volt olyan, hogy családi tragédia után az ember ment be a színházba, és ugyanúgy kellett adott esetben éppen nevettetni, kacagtatni a nézőket. Ez olyan, mint a fájdalom is. Amikor bemegy, ugye ez lelki fájdalom, de a fizikai fájdalom, amikor bemész a színpadra, elmúlik. Még alig bírsz fölmenni a lépcsőn, és recseg, ropog a lábad, és beérsz, hogy elhangzott a végszó, és nem azzal foglalkozol, ugyanúgy. De miért nem? Hát én valami, én nem vagyok ennek a megfejtője, de valami van nyilván, ami serkenti a szervezetet arra, hogy ettől most eltekintek, és ez a fontos, amit itt zajlik, és itt. Azért ez nagyon, hogy mondjam, rejtélyes és talányos dolog egy külső szemlélő számára. Hát pláne úgy, hogy belül zokog, mert tragédia történt, igen, és nekem nevettetni kell másokat. Igen, de ez a mi számunkra is rejtély, hogy tudom ezt. De a rutin szót nem szeretem igazából, de van egyfajta rutin, és ennek a hivatásnak, ami nem árt, hogyha van, de hogyha azt a pici bizsergést, mielőtt bemész a színpadra, azt nem érzed, akkor el kell gondolkodni rajta, hogy abba kéne hagyni. Akkor abba kell? Igen. Akkor abba kell, szerintem. Én a mai napig is minden nyilvános szereplés, és legyen ez a beszélgetés, igen, és mindig izgulok. Van egy kis egészség, én egészséges feszültségnek hívom, nem egy gerjesztett feszültség, ez úgy benne van az emberben. És ahogy elindul a produkció, ahogy kilépek a színpad, ez mind megszűnik. Estékre se volt úgy, hogy nem volt az a kis bizsergés? Hát biztos van, hogy amikor az ember, nagy számok nem. Erre legkevésbé emlékszem. Van olyan, hogy a színészben, jaj, mert nincs kedvem játszani, hagyjatok már még kémia. Pont ezt a darabot kell most előve, jaj, nincs. Van ilyen, de abban a pillanatban, amikor már ott vagyunk, hogy mi mindjárt be kell venni, ez elmúlik, és
csak arra figyel az ember, ami a fontos. És ez nem azért van, mert az ember közönös az iránt, ami éppen történt. De valahogy ez így, ezt nem tudom megmagyarázni, nyilván nálam okosabb emberek erre tudnak választani, hogy miért van ez így, hogy van. Én így élem a mindennapjaimat. Válaszunk egy másik kifejezést. Mi az, hogy fél oldal ez volt? Nem. A fél oldal az a filmre vonatkozik, és a mozira, mert... De az nagyon jó, igen. Mert az szerintem ott azért van kimaradás, vagy hiányérzet. Csak főleg az van. Tehát nagyon... A televízió fénykorában, én pont akkor kerültem a pályára, hogy nagyon sokat foglalkoztattak bennünket, fiatal művészeket, akik jövünk ki a főiskoláról. Nagyon sok lehetőségünk volt a televízióban megjelenni, de valahogy engem a film az azóta is úgy kerülget, néha találkozunk egy-egy lehetőség erejéig, de igazából az ott azon a térfelen nem sokat fociztam. És mi a magyarázat erre? Tessék? Mi a magyarázat erre? Hát ezt nem tőlem kell kérdezni, nem tudom. Biztos gondolkodott rá. De hát mi? Az, hogy az embert nem hiszem abban, hogy ne tudnám én is megcsinálni, hogyha egy premier plánban van, és akkor nem fogok, tudom, hogy másképp kell mutatni az érzelmeket, nem gesztikulálással, meg erőteljes arcjátékkal, hanem ugyanúgy át kell élni. És azt kimutatja a kamera hihetetlen erőteljesen, látom a színésze, hogy most üres a feje, vagy pedig valóban ott vannak azok az érzelmek, mert lehet, hogy mások nem láttak meg bennem efféle érzékenységet. Utólag mondhatom azt, hogy jó, de kár, de azért okkor-okkor azért ilyesmi is összejött az életem. Nem lehet, hogy a kabaré szerepek bizonyos filmrendezők fejében azt ültethették el, hogy... Abszolút, hogy ez egy ilyen... Ilyen karakterű színész. De nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Én nagyon örülök, hogy még ugye vannak színvonalas kabarék, meg vannak nem színvonalasak is. Hát vettem ez utóbbiban is részt, olyanban is, igen. Tehát nem vagyok rá büszke, de volt ilyen is. Mondd is egyet. Amire azt mondja ma már, hogy azt nem biztos, hogy el kellett volna vállalni, egy régit. Volt egy ilyen bruhaha, nem... Igen, emlékszem rá. Nem biztos. Nagy fülei voltak. Igen, nem is értettem, hogy miért kell, jó. Tehát ez volt a műsorvezető, tehát... De nem volt annyi bátorság vagy rutinomban, hogy azt mondja a gyerekek, ez ne? Ez azért nem volt, mert ez pont egy olyan időszak volt, életem... Tehát a legközelebbi munkahelye volt, tehát kimentem a kapun, és már 5 másodperc alatt kúszva ott voltam a felvételi helyszínen. Tehát ez praktikus szempontból nagyon jó volt, de az ember ugye sokat, én igazából nem nagyon adtam vissza szerepet. Talán vagy 2 vagy 3 alkalom lehetett. Mert mindenben a feladatot láttam. Hát, hogyha lehet ebből valami jót összekalapálni. Főleg, hogyha olyan emberekkel. Hát csak a menet közben érzi az ember, hogy ez hát olyan lesz. Olyan van. Hogy ne lenne, akkor mellé lőttünk. Van ilyen. Az de ember gólt akar lőni, hát talán, és... De mellé lőttünk, meg vannak olyan, tudom, hogy szereti a foci hasonlatokat, igen. Nem elegáns a példa, tehát nem azt mondom, hogy bárkinek ezt kellene igen. csinálni, de azért vannak olyan játékosok ilyen meccseken, hogy oda kapnak a lábukhoz, és azt mondja, hogy cserét kérek, bocs. Igen. Van ilyen? Igen. Én nem kértem soha se cserét. Akkor végig kell játszani? Hát, ha már egyszer vállaltad, olyan hülye voltál, és nem gondolkodtál előre, akkor menet közben nem ér, szerintem. És akkor estére az egy kín, vagy a forgatás? Hát, na, de ezt hazudnék, ha azt mondanám, hogy kín lenne, de más, mint hogyha
hihetetlen nagy örömmel ugrándozva szögdécselve mennék a munkába. És volt is olyan filmszerep az elmúlt, nem tudom, 30-40 évben, amikor látta, és azt mondta, hogy hú, ez de jó lett volna nekem. Ez de játszottam volna, és ez nekem való volt. Igen, volt sok ilyen. De hadd ne nevesítsem. Pedig mert kíváncsi lettem volna egyre. Még ha meg is oldotta valaki jól rosszul, csak hogy ki az a karakter, ami ott a mozibásznon föltűnt volna. De azért nem érdemes itt nevesíteni, mert a film szerintem az a rendezőnek a elsősorban a teremtménye és alkotása. Az határozza meg. Hát az ő fejében ezek a, nyilván, hogy egyeztetés is van, hogy vannak ilyen rangsorok, hogy most ezt kérem, de ha ez nincs, akkor ez, de ha ez nincs, akkor ezt kérem szépen, nyilván van ilyen. Hát én valahogy, a de ha ez nincs, nem voltam ott a háromban mondjuk, és már a negyedikig nem kellett eljutni, mert eljátszott egy kollega jól is. De mondom, nekem nincs, tehát közben volt olyan, hogy szerettem volna esetleg több ilyen produkcióval. És akkor mi van, pufog? Hát pufogok egy darabig, de aztán hát ez az élet. A pályához a tehetségen kívül szerintem, és hát valljuk be, hogy néha majdnem erőteljesebb, ha így a mérleget oda teszem, a szerencse. Az annyi minden, az nagyon sokat számít. Hol vagy éppen, mikor történik egy beszélgetés erről arról is, hogy kerülsz te mondjuk oda egy produkcióba. Tehát a szerencse kérdése. Egyébként inkább volt többször szerencsés, vagy inkább bal szerencsésnek mondanám magát? Én bal szerencsésnek nem mondom magam, így visszatekintve. Talán többször volt szerencsém. Hát meg ért vele valószínűleg, és ha van szerencsére, ott megfordította, úgyhogy a szerencse legyen. Válasszunk egy másik kifejezést. Jaj. Mi a kedvenc? Mi az, hogy a kedvenc? A kedvenc az arra utal, hogy a főiskolán, minthogyha Kazimír színészként lett volna elkönyvelve. És hogy úgy nagyon Kazimírhez köthették rendezők. De lehet, hogy ezt csak én gondolom, így, hogy Kazimírnak az egyik kedvencének hát is gondolhatták. Voltam, ez kétségtel. Ő volt a osztályfőnöke is. Igen, de úgy találkoztunk, hogy Kalákában játszottam, és ő, azt hiszem a Kővári Kati lecipelte, a rendező volt a tárjában, lecipelte a Kazimírt egy ilyen buliba, amit a Vízivárosi Pinceklubban játszottunk, ott találkoztunk először. Tehát ő már ismert engem, és hát amikor meglátott, mert azért sokszor felvételiztem, de voltak mások, akik osztályt nyitottak előtte, és azoknak én nem jöttem be. Hát négyszer? Igen. Azért az nem akármi. Hát de négyszer nem jöttem be. Ötszörre ő meglátta bennem azt a lehetőséget, hogy talán erre a pályára való vagyok, és azért ez vitathatatlan neki köszönhető. Aztán más kérdés, hogy élt vele, mert tudta, hogy muzsikus vagyok, akkor állandóan maga apuskám felejtse el, hogy muzsikus, maga a színészete koncentráljon. Ehhez képest olyan szerepeket kaptam állandóan, amiben valahogy a muzsika mindig belecsúszott. Tehát az első szerepem is, hát nem egy nagy szerep, az Egy udvornik a Bánkbánba, ezt még főiskolásként játszottam, de ott is kitalálta, hogy én nekem legyen a kezemben egy csőharang, és amikor azt mondom, hogy utolsó tánc, akkor egy kicsit, mert hogy jól ritmusban oda üsek egy kalapáccsal. Tehát voltak ilyen dolgok is. De azért az érdekes, hogy négy nem után még azt gondolta, hogy nekem akkor is a pályán van a helyen. Ez az. Ebben annyira biztos voltam. De miből? Nem tudom. Én annyira az munkálkodott bennem, hogy a fene felé teszik, és azért is
később is, amikor még úgy nem volt biztos, hogy milyen lesz a pálya, tehát hogy éreztem, hogy nem vagyok ott azon a helyen még, nem azért, mert nem voltam tehetséges, de hát van a pályán is egy ilyen bizonyos ilyen szamárlét, az ember észre se veszi. Tehát egy lépcsőfokonként, hogy a közönség is megismerjen, és esetleg azért vegyen jegyet majd, mert látott téged egy szerepbe. Ami, tehát annak is van egy fejlődési folyamata. Senki ne kívánja azt. Meg nem is jó az, hogy egy fiatal színész egyből bedobják a mély vízbe, és akkor onnantól kezdve még mindenféle tapasztalat nélkül mindent eljátszatnak vele, és ez se egészséges szerintem. Megéghet, de vagy csak megzavarja a fejét? Is. De úgy tudom, hogy a főiskolai, vagy a felvételi, hogy szokták ezt mondani? Amivel felvételizik az igen ember, a munkái. Igen. Az ugyanaz volt, mint az ötször. Tehát nem igen változtatott rajta? Tehát nem. És se gondolkodott, hogy lehet, hogy nem ezt kéne mondani, hanem nem, más. Nem, mert én annyira, hát a költőkben mondom, nem lehet hiba. Mivel hihetetlen önbizalmam volt, tehát az föl sem erült, hogy bennem volt a hiba, hanem, hát nyilván akik hallgatják, akkor azok nem voltak most olyan, vagy nem figyeltek, vagy nem vették észre azt a fantasztikus dolgot, amit én most elég sarkosan mondom, persze. Azért kikezdi egy kicsit az ember önérzetét. Persze, nem? persze. Na, de hát ez a kejfejancsi effektus, hogy fenékbe rúgnak, akkor lemész egészen a fejed, már majdnem beütöd a padlóba, de visszajössz. Mert van út visszafelé. Akkor is volt, hogy beütötte a fejét a padlóba? Persze. Hát nem esett jól nekem az, hogy kirúgtak a felvételi vizsgákon. Az az utolsó rostáig mindig elment? Igen. Azért az biztató. Igen. Tehát, hogy valamit látnak az emberben azért igen, akkor. Igen, csak mondom, miért nem úgy látják, hogy már én is elkezdem a tanulmányaimat. Ugye én idősebb voltam sok osztálytársamnál, akivel egy osztályba kerültem, mert emiatt egy olyan 5 évet azért késtem, de ez soha nem vált káromra, mert közben dolgoztam, muzsikáltam, tehát éltem azt az életet, amit egy fiatal ember, aki keresi a helyét. Nagyon jól éreztem magam a Malévnál, mint repülőjegy eladó, és utólag visszagondolva hihetetlen sok figurával, anélkül, hogy tudtam, hogy most figura lesen vagyok, majd ez később vissza fog jönni esetekben. Nagyon sokféle emberrel találkoztam, amik aztán máskor visszaköszönöm. Beépültek a szerepekbe. De igen, az nem volt egy életképes alternatíva, hogy én elengedem a színészetet, és akkor elmegyek zenésznek, muzsikusnak. Nem. Valami pedig sokkal egyenesebb igen lett volna jelen esetben. Egyenesebb lett volna. Igen. Nem mertem kimondani, de nekem is úgy tűnt, hogy ilyen. De én... Hát ilyenkor vannak, hogy most jó döntöttem, nem mi lett volna, ha. Ez olyan felesleges föltenni ezt a kérdést. Mi lett volna, ha? Később se kezd el, nem is vívódni, de legalább mérlegelni bizonyos dolgokat. Amikor kicsit mellőzöttem, azt mondja, hogy ott lehetnék a kalátkában. Így van. Hát ez nyilván, hogy előfordul, de az én esetemben ez úgy rakódik le, hogy tudtam, hogy én mit szeretnék, és hiába, hogy mi lett volna, ha én ezt a kérdést, ezt ilyen nagyon erőteljesen nem zongoráztam végig magamban. De azért, ha a kaláka tartotta egy jó sikerült koncertet, vagy sikere volt, azért belefajdult a szíve, nem? Nem, még az sem. Még az sem? Nem. Hát én választottam azt, hogy, ne, hogy hát most akkor, hát akkor már rögtön visszament, hát belefájdul a szívem, akkor nem voltam én kitiltva tőlük, tehát én választottam azt az utat, és hogy milyen az élet, ugye 5 évenként jubilálnak, most már 55 elosztjuk 5-tel, az mennyi, az 11, igaz? Hogy 11 évenként együtt muzsikálunk velük mindenféleképpen,
és ugyanúgy tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. De mégis én ezt szeretem, amit én választottam. Mi is ezt szeretjük. Válasszunk egy következő kifejezést. Jaj. Mi az, hogy különleges képesség? A különleges képesség, én úgy tudom, hogy ön bárhol, bármikor el tud aludni. Ez így van. Tehát mi most is veszélyben vagyunk? Igen, hát most nem, mert állandóan a kérdéseidet felébresztesz, de igen, és nagyon sok ilyen helyzetben voltam még főiskolás koromban, rengeteget. Volt olyan, hogy egy darab közben lementem a színpadról, és már az én figurám az meghalt, tehát többet nem kellett neki visszajönni, de valahogy forgószínpadon játszottuk, és olyan helyen állt meg, hogy nem tudtam kimenni rendesen az öltő, tehát föl a, hanem valami díszletelem volt még ott a forgó mögött, és kétel voltam belebújni, hogy aztán ott rendesen elaludtam, senkinek nem tűnt fel akkor főiskoláskorban, vagy tapsrenden se voltam sehol, sőt, amikor reggel ébredtem föl, és a postás, vagy a portás bácsi volt nagyon meglepődve, hogy én mit még keresem. Még valaki bennmaradt. Igen. Akkor reggel kocogtattam, hogy én elnézést itt vagyok. Sokat dolgoztam, tehát valami alvás hányadot azért illet egy nap azzal tölteni, hogy aludjak. Tehát mivel nem volt rá lehetőség, tehát volt olyan, hogy rádió játék felvételén egy zongora jellemző, hogy hova bújtam, az zongora alá bújtam, és meg kellett ismételni felvételt, mert picit erőteljesebben tehát nem horkoltam, de az a fajta, valami történt, és kicsit berezonált a zongora, mert nyitva volt, és valaki mondta, hogy most milyen, valami olyan zaj. Rendellenes hang van. Igen. És hát mikor elott zongora alatt, tehát ilyen volt, de ezt én... Ezt a tulajdonságomat szeretem. Lehet, hogy mások nem. Tehát, hogyha én fáradt vagyok, és ha nem vagyok fáradt, csak hiányom van, tehát tudom, hogy bármikor. Sőt, a katonaságnál voltam nagyon rövid ideig katona. Az tényleg annyira rövid, hogy el sem merem mondani, hogy mennyi ideig van. Egy hónap, nem? Igen. És épp ebben a februári hónapban, tehát ott még nincs is teljes hónap, hanem csak 28 nap szökében 29. Tehát megtanultam én a reggeli sorbaállást, a reggeliért nyitott szemmel aludni. De azt hogy kell csinálni? Hát úgy, hogy egy pontra nézel, hát most nem tudom elmondani, tehát annyira nézel egy pontra, hogy egy idő után kiesik minden. Mint hogyha nem is, te már nem is ülsz előttem egyébként. Látod, hogy nem rád nézek, valahova bele mered a nagy semmibe a szemem. És ha most nem beszélne, akkor el tud aludni? El bizony. Hát akkor azért iparkodjak kérdezni. De azt mondja, hogy nagyon sokat kellett dolgozni. Ez azért volt, mert nem tudom, hogy családot kellett eltartani, tehát kellett a pénz, vagy még nem, az ifjonti hév azért a fiatal színészben ott van, hogy szinkron, nem hogy rádió. Kellett, hanem így jött, tehát hogy nem utasította az ember vissza, ha még nem hívták szinkronba, hát van egy lehetőség, csak elmegyek. Ha még nem játszottál tévéjátékban, csak elmegyek. Ha ez nem volt, csak kipróbálod. Tehát, és akkor ugye a pályam elején ez úgy szépen zajlott, és sok volt. Hát csak mindig az a kérdés, különösen családos ember esetén, hogy megéri-e? Jó, hát családos, hát mondjuk az kétségtelen, hogy ahogy befejeztem a fő, akkor nősültem. Tehát nagy átmenet nem volt. Mert hogy mi lesz hát, akkor a esti mesékkel? Szokták volt mondani színészek. Azt mondták a gyerekeim is, hogy miért, akkor hova mész, akkor megyek játszani. De miért mindig másokkal játszom, miért nem velünk? Ugye ezt az ember megkapja egy kisgyereknek, ugye csak az, hogy játszani megy, mert azt mondjuk.
soha nem azt mondjuk, hogy dolgozunk ma este. Vagy legalábbis én biztos, hogy nem, és nagyon sokan így vagyok. Hova mész? Ma játszom este. És egyébként ez meg úgy lett a része az életemnek, ha én játszom este, akkor megpróbálom a napomat úgy intézni, és úgy összehozni, hogy ne úgy, mint egy űzött kutya szakadjak be a színházba, hanem ilyenkor ugye ember este játszik, színpadon van, nem túl egészséges, hogyha tele vacsorázod magad. Tehát 5 óra magasságában legkésőbb eszik még az ember valamicskét, és ezt, amíg nagyon fiatal voltam, ezt még úgy nem tudtam igazából, és hát voltam, amikor jó tele, mert szeretek enni, és valahogy úgy hozta, hogy jó. Na hát, amikor az ember kimegy, és így hirtelen, ugye, mert a szervezet az dolgozik, akkor ugye innen valóban máshova megy az a vér, ami az agyba kéne, hogy dolgozzon, és akkor az... Az egy erőpróba azért a színpadon. Igen, igen, igen. De hát ezt az ember a saját... És miket szeretnél, magyaros kajákat? Lehet az bármilyenes. Csak ízlődjen. Gyakorlatilag én a leveseket nagyon szeretem. Talán a paradicsomos káposzta levesen kívül. Azt én sem eszem, talán az egyetlen, igen, amit én nem. De már mondjuk egy ilyen jó savanyú káposztás, gombóclevest, az azért megeszek, meg van sok minden. Tud is főzni? Nem, biztos tudok, illetve tehát nem úgy biztos, tudok főzni, de nem főzök. De miért? Hogy? Hát mert nincs, most már ellustultam, a párom meg nagyon jól főz, hát minek zavarja meg ezt a hagyományt? Igen, de soha nem esem kétségbe, hogyha mondjuk egyedül maradok, akkor el tudom magam látni, hála jó Isten, és akkor nagyon jókat tudok összerítjenteni. Általában az a típusú ember vagyok, amit találok abból. Tehát, hogy most azért külön nem fogok elmenni vásárolni, hogy most valami fantasztikusat főzek, hanem bizony én a gazdaságos feldolgozás híve vagyok, tehát amit találok abból kreál, a frigiderbe, vagy a spájzba, abból én kreálok egy ehető ételt. Ha már a párját említi, az igaz, hogy úgy szeretett bele, hogy leesett valahonnan és beverte a fejét? Nem, ez későbbi, nem, ez előfordult, hogy olyan helyen léptünk föl közösen, hogy szegénynek egy hatalmas nagy szervíztállal kellett kimenni, és ott nem volt a színpadnak a szélén védő, háló, vagy ilyen léc, vagy valami, és szegénykém lezuhan. Előadás közben. És aztán ugye az Adrián, milyen a színész, ő meg elkezdett szerepelni utána, de láttam, hogy már nem normális, tehát kezd össze-vissza beszélni, nyilván el is repett, azt a bordája meg. Tehát ez ilyen sajnos előfordul, ilyen baleset az ember életébe. Le is kellett aztán utána állítani. Az előadást. Mert, igen, igen. A nézők látták, hogy korát van. Esett, igen, igen. Jobbá, milyen igaza? Nem, igen. Akkor, én nem tudom, párom az ilyen esőset. Valami, az kétségtelen, hogy játszottunk egy közös darabban, aminek én voltam a főszereplője, ő talán stúdiós volt, és egy szekére rakták föl, a színpadon húzogatta valaki, a szekére volt egy szék, és valahogy az elbillent, és azt hiszem az orrát ízéporra. Ti akkor, szegény, igen, borzasztó volt a látvány is, és gyakorlatilag tényleg, ha így veszük, igen, akkor egy ilyen eséssel kezdődött találkozás. Mert odafigyel, mit csinál ez a kislány, vagy mi történt? És akkor egy pályakezdő színésznő volt. Igen, igen, igen. Stúdiós volt. És ez egy nagy szerelem volt, ugye? Hát, igen. Még tart. És
nem kell, nem megyünk bele a részletekbe, de egyszer nyilatkoztak erről, hogy ön ezzel párhuzamosan még családos ember volt, ugye? Igen, igen. És azért ez, kell, igen. Azért ez jár vívódásokkal. Hát hogyne, hogyne. Ő el is menekült Amerikáig. De visszajött. Visszajött. Nem menekült. Volt lehetőség, hogy kimenjen, mert a bátyja az ott él. Na, de minden esete azóta is együtt vagyunk. És kerek az élete, sokat mondja, hogy úgy rendben van a magánélete. Tehát, én úgy veszem, és a volt feleségemmel is nagyon jó, hát biztos, hogy nem az a viszony van, ami régen. Minden esetre a jelenlegi páromban az is nagyon jó, hogy ugye hasonló pályán, tudja, hogy nekem mi a... Tehát a feleségem az állandóan fölhívott, mit tudom, kezdés előtt 5 perccel vagy 6 perccel, hogy mit kéne megcsinálni, mert mondta, te ne arra, hogy én most nem, nehogy azt hitt, hogy hazatok menni. Tehát mindig abban a pillanatban jött a probléma, amikor eladás kezdés volt. Ez az ő attitűdje igazából, hát nem tudta szerintem nem elfogadni, hogy én a pályán vagyok, azt elfogadta. Csak valahogy nem érezte át, hogy mi jár ezzel a... Hogy azért bizonyos dolgokat nem akkor kell elmondani, amikor éppen történik, hanem majd ha hazamegyek, akkor el lehet mondani, ne pont színpadra lépés előtt. Míg a mostani párja gondolom pontosan tudja, igen, hogy ez milyen koordináta rendszeren, igen, belül zajlik, és milyen ütemben. Erre gondolt, hogy azért, igen, egy színész ezt érzi? Igen. Igen, ezt... Van, aki ugye arra esküszik, hogy ugyanazt a pályát művelő két ember szenzációsan kiegészíti egymást, de olyan is van, aki azt, persze, mondja, hogy nem, hogy egyszerűen, igen, két torony, tehát, igen, két dudás egy csárdába. Ilyen nem volt önöknél? Nem. No, akkor válaszunk egy másik kifejezést. Miért? Melyiket nem válaszol? Hát még sok volt. Megáll, járni jár. Akkor volt a... Újra és újra az volt? Nem, az újra és újra az a középiskolára vonatkozik, mert hogy ott 4 osztályt, tehát a 4 évfolyamat 4 különböző osztályba végezte el. Nem. Egy osztályt, tehát a Rákóczi gimnáziumban kezdtem, akkor hát én nekem azt hiszem a fizikával meg a matematikával voltak problémáim, és... Hát ez mit jelent, akkor, hogy voltak? Hát nem éppen a bukás, de ami utána jön, az elégséges, az hiszem. Igen, hogy... Igen. Tehát, hogy... De ez még nem... De az is olyan balansz volt, hogy matematikailag az jött ki, hogy a 2-es felé borult egy picivel. De nüanszokon múlott. Hamar kamaszodtam, ezek szerint imádtam moziba járni, és hát kevesebbet jártam iskolába, mint moziba, és ez nem túl hatásos módszer arra, hogy átmenjen az ember a vizsgákon. De kicsapták? Nem csaptak ki soha, addig nem fajult. Valahogy megkértem, hogy hadd menjek egy másik intézetbe, aztán végén azért... Csak leérettségiztem. De akkor minden évben új közösségbe, új emberek közt, új iskolába, meg kellett ismerkedni velük, helyet kellett. Az is érdekes volt. De a szülei nem mondták azt, hogy Pisti. Dehogy nem, csak hát az ő segítségükkel tudtam aztán már negyedszer is elmenni valahova, mert nem én kuncsorogtam a gimnázium ajtajába, hogy hadd járjak ide, hanem szegény apámra jutott a feladat, hogy itt ez a gyerek, ez jobbra érdemes. Próbálják már ki vele. De szigorúan nem tudták elővenni egyszer se, ez alatt a 4 év alatt, de amikor azt mondták, hogy na most a vége. És ennek ellenére nem voltam egy egyszerű eset. Na miért csinálta ezt? Nem tudom. Fegyelmezetlenség? Vagy nem. Ez mi volt? Soha nem voltam fegyelmezetlen. Nem, akkor már engem csak az érdekel, ami engem érdekes, akkor többi meg nem. Felelőtlen voltam egy kicsikét. Ez azért megváltozott. Igen. De akkor ezt bízhattak önben a szülők, nem? Tehát azt azért sejthették, hogy a végén ez ki fog egyenesedni. Igen.
Ön végig hitt benne? Ott a 4 év alatt? Mert igen, azért sokan el tudnak hullani egy ilyenbe. Igen. Hogy igen, azt mondják, hogy mi lesz velem? Egészre tojok rá, úgy, hogy van, hogy valami lesz. Nem is az, hogy tojok rá, valami lesz, biztos vagyok benne. Hát mind a Kejfej Jancsi. Igen, igen, igen. Na, válasszunk egy másik kifejezést, lassan azért, aztán körbeérünk. Járni jár az mi? Az volt hát, már? Hát a járni jár, az nem volt nem még. Azt hallottam, hogy amikor Kabos László Jászai Mari Díjas lett, akkor kapott egy üdvözlőkártyát, amire valamelyik tréfás kedvű kollégája azt írta rá, hogy nem éltem hiába, Jászai Mari. És az jutott eszem, hogy a művész úr nem akarna kapni egyet Kossuth-tól. Hát ez, így most már értem, hogy mi az, hogy járni jár. Ez egyrészt nem tőlem, tehát olyannyira, tehát az ember megtette a magáét ezen a pályán, amit tőle tellett. Az más kérdés, hogy hogyan ítélik meg, és nagyon sokféle díjat kaptam már életemben, és tudom, hogy ez nem közönség díj, mondjuk éppen a Kossuth díj, de nagyon sok olyat kaptam, amit a közönség szavazott meg nekem, és ezekre nagyon büszke vagyok. Tehát nem vagyok elégedetlen, mert mindig is az volt a szememben. Az, hogy nem esik rosszul az embernek, hát hazudnék, hogyha azt mondanám, de azért kaptam Jászai díjat, érdemes, meg kiváló ilyen minősítéseket is. Nincs se hiányérzetem, mert ha úgy gondolják, akkor majd adnak valamit. Ezen soha nem gondolkodtam. Olyankor se, hogy egy kicsit... Amikor más megkapja. Más, és hát akkor... Hogy ne, és amikor belül tudja nem, az ember, mert tudja belül. Igen. Hogy azért... Na. Igen. Mert én erre célzok. De, ja, igen, hát ilyen persze megfordul, de nem ezen múlik a világ léte és az én boldogságomnak léte. El tudja egy pillanat, hát ez az milyen kis puffancsak, vörös lesz a fejem, vagy valami, de elfelejtem, és megyek tovább. Csinálom. Aminek meg kell történnie, az úgyis meg fog történni. Igen. Ez így van. Szerintem ennek így kell történni. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.